Na sziasztok mindenki! Gondolkodtatok már azon, hogy ott hagytok mindent, tényleg mindent, és nekivágtok a nagyvilágnak. Hát Attila ezt megcsinálta, 66 nap alatt körbe gyalogolta Magyarországot, a kék kör túra útvonalat választotta, körülbelül 2600 kilométer, amit gyalog megtett. Attila lesz a mai videó vendége, kérdéseket fogunk neki feltenni, és bízunk benne, hogy sokak számára érdekes lehet. Én például nem merném ezt megcsinálni, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel Szűcs Attilát, aki körbe sétált a Magyarországot. Itt is van velünk Szűcs Attila, üdvözlünk Attila! Sziasztok! Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást, és ugye Attila azért van itt, mert ugye ő a szomszéd faluban lakik, gyerekkorunkban együtt fociztunk, körülbelül Attila a nagy kék kör túrát Magyarországon hát több mint 2 hónap alatt. Igen, 66 nap alatt. 66 nap alatt gyalogolta körbe Magyarországot, és ez körülbelül 2600 kilométer, ha jól tudom. Igen. Pontosan kb. Mennyi? 2550 volt a táblákon. Igen. 2580 a kis füzeteket, ha összeadjuk, és egyébként meg valószínűleg 600 fölött mentem, mert voltak ilyen kis kitérők, meg várak, amiket megnéztem, kilátok. És Attila, ezzel kapcsolatban szeretnék neked kérdéseket feltenni, ami a kedves nézőket is érdekelhet, mert tényleg néha az emberek álmodoznak arra, hogy nekiindulnak a nagyvilágnak, de hogy ez egy óriási döntés, hogy fogalmazódott meg, miért döntöttél úgy, mikor döntöttél úgy, hogy ezt te meg fogod csinálni? Ugye túrázgatok már egyetem óta, és már akkor megismertem a kék túrát is, először csak teljesítménytúráztam, aztán amikor megismertem a kék túrát, rögtön azt végig kellene csinálni. Először csak az északit, az a legnépszerűbb egyébként, az OKT, akkor mondom, azt végig kellene csinálni egyszer, tényleg egy nyár alatt vagy valami. Hát dolgoztam, nem sikerült, aztán meg mondom, van alföldi rész, az közel van hozzánk. Egyébként Dani szülőfalujából indultam, és ide is érkeztem Rémre. Tényleg innen indul? A Baromfi Telefektől. Innen indul? Hát nem indul, hát te innen kezdted. Innen kezdtem, ugye azt mondom, hozzánk Felső Szent Iván nevelik, és a legközelebbi az itt van Baromfi Telepeknél, és akkor innen indultam el jobbra, és akkor egyszer csak visszaértem ide. Asztal, ezt nem is tudtam. Ja, és akkor megismertem magát ezt a kihívást, akkor rögtön úgy kacérkodtam a gondolattal, ez egy ilyen mondjuk 7-8 év ezelőtt, és most pedig az El Camino-t is nagyon nézegettem, de most ugye a Covid helyzet miatt nem mertem kijönni Spanyolországba, pedig az is nagyon ilyen nagy vágyam. És mondom Magyarországon, mondom, hogy itt bármi történik, akkor haza tudok vonatozni, buszozni, még ha meg is sérülök, bármi kell, mégiscsak magyar emberek között vagyok, akkor biztonságosabbnak éreztem. És akkor így úgy voltam vele, hogy nagyon nem éreztem jól magam, padlón voltam úgymond, és kellett valami motiváció, úgyhogy felmondtam, és nekivágtam. Igen, hogy ez is érdekes, hogy felmondtam, és ennyi, hogy óriási döntéseket kellett meghozni. Gondolom akkor a családtagjait, barátaid mind támogattok ebben. Hát fokozatosan. Fokozatosan. A barátaim, ők látták rajtam, meg nővérem is, hogy szükségem van valami változásra, valami komoly változásra, mert az, hogy mondjuk elköltöző ide vagy oda, más munkát választ, nem biztos, hogy elegendő lett volna. Én is éreztem magamon, hogy valami, nem az, hogy drasztikusabb, de valami visszaigazás, valami teljesítményem magamnak, hogy azt, hogy utána újra tudjam ugyanabban régi rendülettel csinálni az életemet. Hát édesanyám nem feltétlenül volt boldog. Persze, hát milyen egy anya? Ennyi az erdő valójára, két hónapig. Milyen egy anya aggódik ugye a gyereké, és idefele beszéltük Attila az úton, hogy ennek van egy ilyen spirituális része is talán? Igen, a barátaim mindig úgy küldtek el, vagy úgy mondták, amikor indultam, hogy ha megtalálod önmagad, majd gyere haza. Ja, meg megvilágosodás. Nem megyünk veled, mert neked most magaddal kell lenned. És egyébként van persze, hát rengeteg ideje van az embernek gondolkodni. Meg ugye amilyen behatások érik, főleg egyedül, ugye nem az van, hogy akkor egymásra támaszkodunk, hanem ott az idegenekre kell támaszkodnom. És az rengeteget adott. Szóval végig azt hittem, hogy majd az út is. Mondták is, hogy azért megvilágosodás ne várjak az úttól, mert sétálhatsz, de igen, én szerintem az emberek azok, akiktől kapod azokat a dolgokat, amit nem is várnál, vagy amit nem is gondolod. Szóval így lehet, nem kell ehhez elmenni és sétálni 66 napot. Ha már inkább nyitsz az emberek felé, szerintem az is már rengeteget adhat vissza. Szóval itt nekem ez a nagy tapasztalat volt, hogy pozitívan kell az emberekhez állni, visszafelé is ezt kapod, és minél több emberre így megismerkedsz, minél nyitottabb vagy,
annál jobban fogják benned is felhúzni ezt a dolgot, hogy jó lesz, és pörögni fogsz, és csinálod, ez lehet, talán látod rajtad is. Hogy na, csinálsz valamit, és ahogy ez egy ilyen áramlat. Áram, hogy adsz másoknak, és jön is vissza, és valószínűleg... te is éltet, és pörget, és csinálod lelkesen. És valószínűleg ugye, akik neked segítettek, valószínűleg lehet, hogy soha nem fogod tudni nekik visszaadni, hanem ez egy lánc reakció, és megy tovább, igen, hogy te másnak igen. segítesz, és ez így, lehet, hogy egyszer körbe fog érni, van is erről egy film, néztem egy filmet, hogy visszaért hozzá nagyon sok idő múlva, hogy tovább adott valamit, hogy segítsen másoknak. Hát ez mindenféleképpen tiszteletre méltok, például én most nem tudnék így elindulni, Attila, ahogy te elindultál, ráadásul egyedül. Milyen felszerelés kell ahhoz, és ami talán még fontos lehet, hogy mennyi készpénzzel kell indulni, vagy bankkártyával, vagy hogy ezt hogy kell elképzelni? Ez a mocskos pénzügyek. Szóval volt nálam első körben 40 000 forint KP, és utána még vettem le keszthelyem, de abból meg is maradt. Szóval ahol tudtam, fizettem kártyával, volt valamennyi a szép kártyám, ahol is fizettem, meg ugye a készpénz, és akkor ez így durván 300 000 forintot költöttem el. A két hónap alatt. Igen. Mondjuk úgy, hogy nagyon keveset költöttem szállásra, mert kb. 10-szer fizettem szállásért, vagy mondjuk 12-szer, de abban mondjuk a két kemping azért nagyon kicsi összeg volt. Inkább a boltokba, kaja, kávé, sör, kb. Ezekbe. Hát egyébként a sör fura, mert hogy természet mozgás, szükséges volt, egy nagyon meleg volt, és minden vizet kiizzadtam, és egyszer nem bírtam pisilni. És egyszer a sör meg ugye a vízhajtóhatású. És ez már a sokszor kellett, meg ugye a regenerációban is. Tápanyagot, vagy ásványokat izél. Azt mondta Attila, hogy 12-szer fizető a szállásért, a többit akkor szabad ég alatt hálózsákkal kifeküdtél, vagy volt, sátorba? Volt ilyen is, igen. Pont a Gemencben, hogy ez már szinte itthon volt, de egyébként kilátókba aludtam, esőbe állóba, meg sátorba. A sátor volt az 36-szor, és 11-szer aludtam ismerősnél. Szóval akiket így az ország különböző részein barátok, akik így segítettek, hogy mosással. Lehet számítani. Igen, rá. Ez nagyon jó volt. De akkor olyan is volt, hogy nincs kedvem felállítani a sátrat, hanem csak lefekszel oda. Kis hálózsákkal. Padra. Padra. Azt. De ugye jó idő volt, azt azért hozzá kell tenni, hogy most már nem annyira mennék. Eszembe jutottál amúgy egyszer, amikor nagyon nagy vihar volt, meg esett az eső, na mondom, mi lehet az Attillával? Volt olyan, hogy elásztál? Éjfélkor felé, napközben is elásztam egy párszor, de hogy éjfélkor felébredtem, hogy így villeg a sátor. Úristen, hallom a fákat, hogy pont bent voltam egy faluba, egy busz megálló és egy sportpálya között, mert általában a sportpálya környékén nem szoktak szólni, meg sehol nem szóltak a sátrazás. Ja igen, tényleg amúgy lehet, a külföldön lehet, hogy szólnak, nem? Hogy igen, nem... Magyarországon 1-24 óráig nem nemzetpark területen lehet sátrazni, így vadkempingezni. Hát külföldön van, ahol tilos a vadkemping. Igen. De nálunk nem is veszélyes, szóval így állatok szempontjából se veszélyes. Igen, nincs medve, mint Erdélyben például. Igen, hát nincs medve, sokan írtak, meg küldték a cikkeket, amik nagyon-nagyon sok voltak a barátaim, hogy küldtek, hogy vigyázz medve a Balatonfelvidéken, Börzsönybe, farkasok az Emplénbe, meg a Bükkbe, de nem találkoztam semmilyen állattal. A vaddisznóval se semmiben? Két vaddisznó, kis vaddisznókkal találkoztam. Kétszer is szembe jött, egy-egy, de ahogy meglátod, beugrott a bokorba, szóval akkor megnyugodtam. Még jó, hogy nem jött az anyja. Fájt a lábam, na mondom, el kell kezdenem futni, akkor nekem itt végén van. Tényleg a lábfájásra kapcsolatban, a cipő, hogy bírja? Bakancs? Volt, bakancsba indultam, az kb. Két napig volt rajtam, aztán tesómnál volt egy cipő Szegeden, egy futócipő, és azt kihozta nekem Ruzsára, mert a bakancs az nem volt jó alföldre, a síkterepre azt még nem ajánlom, legalábbis nekem nem jött be, pedig előtte mindig jó volt a bakancs, a síkterep az nem, és aztán fönt az északi részen használtam bakancsot. Értem. És akkor addig a futócipő meghalt, és akkor utána a végén még használtam egy kis futócipőt, mert addigra meg már a bakancs szakadt szét. Egyébként kell a felszerelésre visszatérve, kellett egy nagyon jó táska, hálózsák, sátor, ami elég könnyű, nekem azért 10 kiló környékén volt minden. Az igen, azzal sétálni. Igen, de mondjuk az a végén már azt így ledobtam, és a táska így rám épült. Igen. Ja, úgyhogy ez a könnyebb dolgokat kell így beletenni, úgyhogy a termékekből ki kell választani, igen. Úgyhogy próbáltam. De a sátor, hálózsák, volt egy botom, volt ilyen derékaljam, ami nagyon fontos, mert ugye nincs hideg, de a föld az azért sose olyan meleg, hogy ne fázzon fel az ember, meg amikor padon alszom, meg hát a puha azért nem árt, hogyha valami puha van alattunk. Gáz, kis gáz, főzöm kis rózsával, kis pohárra, leveseket csináltam magamnak, kávét. Ja, akkor főtt kaját is fogyasztottál. Igen, volt, hogy vásároltam, meg volt, amikor leveseket, ja. És akkor így azért kellett is.
volt eleinte nem annyira, de a második felébe, főleg annak a vége felében ott intenzíven, ahol láttam éttermet, ott tettem egy rántott sajtot, vagy egy vegán pizzát, persze, vagy valamit. Persze, mert megkívánja az ember. Elment a belső energia. És ugye, amit még csodálkoztam, ugye lehet, hogy nekem is kéne. Attila éppen mondta, nem mondom el konkrétan, hogy ő is annyi kiló volt, mint most én. És hogy 2 hónap alatt több mint 10 kilót fogytál, igaz? Hát most igen, most egy... És ez úgy, hogy összeettem kakaós cigát. Hogy mindent evett, de hogy... Sör, sok... kóla... ez a... sokszorosan lesétáltad. Nagyon, mennyit igen. Sétáltál egy nap? Hány kilométer? Hát átlagosan 39-et. És mérted a kalóriát? Nem, hát örültem, hogy a telefon hogy életben marad, pedig jó lett volna mérni, de biztos, hogy többet. Nyilvánvalóan a fogyás miatt többet mérhettem. De érdekes, hogy ez a fogyás titka igazából, hogy többet mozogjál, mint ahogy... A matek. Igen. És bármi tehetsz, csak igen. Mértékkel ugye meg mozog le. A másik Attila, hogy én folyamatosan láttam, ugye ismerősök vagyunk Facebookon, hogy folyamatosan posztoltál. Ezeket a, gondolom a telefontöltést, akkor éttermekbe oldottad, kocsma, meg étterem. Kocsma, étterem. Akkor volt olyan, ezt egy, tehát, hogy hallották sokan, de hogy kiúztam egy büfé előtt, éjszaka értem Abaligetre, annyit lehet, hogy Abaligeték nézik, aztán megtalálnak. Odaérek, büfé épp zár, úgy mondom, de ez egy másik volt, és akkor mondom, nem, nincs valahogy kint, ahol tudnám tölteni, nincs sajnos. Bezárnak, ülök ott a tópartján, körbejárok a büféknél, fejlámpával járkál a büféknél, nézze, ott egy hűtő, kiúztam a hosszabbítot, bedugtam a cuccokat, és ott töltöttem, szóval minden megoldásra nyitott voltam. Fel lehet találni magadat. Muszáj volt, mert igen, posztoltam, mert alapvetően barátaim azért izgultak, bármennyire úgy voltak vele, hogy azért talpra esett vagyok, mondták, hogy hívnak, de mondom, nem lesz térelő, idegesek lesznek, mondom, lemerülök, sokat beszélünk, gyorsan merül, nem tudom tölteni, és akkor mondom, teszek ki minden nap képeket, és akkor adsz visszajelzést. Ez volt az alap. Terv, aztán pedig annyian ugye ismerősök a faluban is, anyukám munkatárs követtek, és annyira örömet okozott nekik ez a sok kép, hogy ilyen szép helyeken járok, hogy aztán már örültem is neki, hogy ez így alakult. Igen. És lett jel, meg mellette egy ilyen tök jó kis jel. És most lehet, hogy egy kicsit buta kérdés lesz Attila, hogy van akkor kék, van piros is, meg ilyen, vagy van sárga is. Hát ezek kúra jelzések. Mert amikor mentem fel a kékesre, tudom, hogy ott kék volt. Van, oda van kék, de attól függ, milyen útvonalon mész, mert egyébként ezek túrajelzések, és a kék túrának... Hát alapvetően igen, mert többen írtak ebben kapcsolatban, igen, van ez a kék kör, ami végig kék, meg egyébként egy-két tájegységben van külön kék, de van más túrajelzés is, de azokat, van még egy piros, ami klasszik ilyen, úgy piros, dél-dunántúli piros, észak-dunántúli piros, szóval van, amit így neveznek, de egyébként van sárga, zöld, meg vannak kereszt, van, ami ilyen kör alak, tégla, na, vagy kocka, de meg ennek megvan a jelentése, hogy az egyik az kúthoz visz, településhez visz, van a sárgát, azt úgy tudom tájegységeken átível, szóval több tájegységet összeköthet egy sárga jelzés, szóval ezeknek így megvan a jelentése. A kéket szerintem, amikor még 50-es években elkezdték, akkor szerintem ez egy ilyen, legyen a kék. Legyen a kék. Igen. És szóval, mik voltak, tudom, hogy akkor érintettél a kékestetőt, csóványos. Csóványos, volt az a kedvenc helyen. Az durva, egyszer voltam fönt. De gyönyörű, jó, meccsek. Hogy akkor ez így körbe megy majdnem a határ szélén, vagy? Hát van, ahol nagyon közel mentem, főleg ott Zemplémnél, ott mentem konkrétan a szlovák-magyar határon, ott mentem rá nagyon. Lent Békésnél talán ott mentem nagyon közel még egyszer a román határhoz, itt nálunk annyira volt közel. Hát ja, meg a szlovén határhoz mentem, ja meg persze az osztrákhoz, mert felmentem az Irodkőhöz, és az konkrétan az Irodkői kilátó fele az osztrák, fele pedig magyar. És de akkor térkép nálad volt, vagy? Hát volt nálam telefonos applikáció, voltak a füzetek. A füzetekhez járnak ilyen térképek, amik csak úgy nagyjából, de megmutatják, hogy mi mész keresztül, kb. Aha. Milyen városokat kell érintened, meg ugye a fákon ott a felfestés is, az annyira jó, most azért annyira azért nem jó, de azért el lehet találni. Meg igen. Ott a telefon, hogyha nagyon úgy éreztem, hogy hú, hol vagyok, akkor egy ilyen GPS, és akkor az úgy behatárolta, hogy na, ott vagyok az úton, megnyugodhatok. Azt a... Nagyon eltévedni nem tévedtem, egyszer-kétszer mentem túl, de akkor is telefonáltam. Szóval, amikor nem figyel az ember, és valahogy lehet, hogy ez azért, mert sokat túráztam, de lehet az is, hogy egyszerűen csak ilyen megérzés, vagy egy ilyen isteni sugallat, hogy hú, jó helyen járok, és akkor az ember körbenéz, nincs, visszamegy, pár száz méter volt egy elágazás, nem láttad, mert éppen már megnőtt a fa, kicsit kilombosodott, és ott volt a jelzés. És akkor pénz nélkül nem nagyon, vagy vannak akik elindulnak, nem? Hogy így semmibe menjünk. Szerintem lehetne, persze most
nem szükséges annyit kávézni, nem szükséges sört inni, kaját azt kell venni, de kevesebb pénzből is meg lehet még ezt. Szóval ez van, meg ennél nomádabbból is meg lehet, meg nem muszáj észre megszállni, és akkor mondjuk kutaknál lehetne jobban megfürdeni. De persze, szóval meg ugye azok az emberek, akiket mondtál, hogy megvendégelnek, hogy azt hiszem egyszer rémen itt is voltak, akik zarándokoltak, és aha, ugye nem is magyarok voltak, csak itt átutazóban sétáltak tovább. Igen. És akkor így a falu megvendégelte őket, mert tudták, hogy zarándokok érkeztek, igen, és szállást adtak neki egy éjszakára, és kaptak ételt. Lehet, hogy ha egy kicsit jobban végignézem a térképet, és minden egyes faluban megkeresem azokat az ember, mert azért nem mondom, hogy mindenhol ismerek valakit, az túlzás lenne, de azért mondjuk lehet, hogy akár 20 helyen is meg tudtam volna szállni, ha ezt jobban mondjuk előre megtervezem. Meg nem is akartam senkinek terhére lenni, de közben meg amit ott kaptam, az a boldog, annyira boldogok voltak az emberek, akiknél megszálltam, barátaim, hogy annyira feldobott. Ez is nagyon pozitív, az ember mondjuk fáradt, de közben de úgy várnak már, és igen, akkor beszélgetsz velük, meg. Igen, igen, meg akkor túrázókkal is pont ez volt, hogy amit visszakapsz, hogy én motiválom abban, hogy jól úton halad, túrázzon, engem meg motivál arra, hogy a holnapi nap is keljek fel, és csináljam meg a megtervezett kilométert. Szóval ez egy ilyen folyamatos. Ja, igen, a megtervezett kilométer, ugye izomláz vagy valami? Na, mondták, hogy mennyit fog görcsölni a lábam, egyszer, egyetlen egyszer se görcsölt, de mondjuk én minden nap szedtem magnéziumot, volt amikor dupla adagot, meg vitamint. Hát nyújtottam egyébként sokat. Nem vagyok profi jogázó, de azért jogázgatok ilyen videók alapján, és onnan egy-két nyújtás azért bennem maradt, és éreztem, hogy az nekem kell, az nekem jó, és azokat sokszor csináltam, amikor volt már egy időszak, amikor már annyira visszakosott a lábam, hogy nem tudtam úgy csinálni a gyakorlatot, akkor is azért picit lenyújtottam. Aha. Főleg az Alföldin kellett, mert ugye ahol dimbes-dombos, ott felfelé mész, ott feszül, lefelé mész, itt feszül, azok úgy szépen lenyújtódik, vagy folyamatos a mozgásban az egész. Nincs az a monoton, mint az Alföldön, meg a lapos területen, ott muszáj nyújtani. Ott érdemes, meg masszírozgattam a lábamat. És ez a 66 nap, ez cél volt, vagy mondtad, hogy mindegy mennyi? Mindegy mennyi. Mindegy igazából mennyi. Azt tudtam, hogy van 56 napos rekord, de mondom, hogy egy profi, meg ő kb. Példaképen. 56 napos rekord? Igen, itt is áthaladt. Ja, nagyon Steve. Ja, hát az igen kemény. Mondjuk ő ultra könnyű felszereléset csinálja, nem mondom, hogy az enyém az nagyon, de még fel akkora volt a felszereléses újra. Meg azért nem mindegy, hogy Amerikában is komoly, de ott is csinált egy nagyon hosszú túrát, Európában is már magas hegyi túrákat így végigcsinált. Szóval a tapasztalat, meg a rutin, meg az mind-mind mellette volt. De nem is akartam, nem is volt az, hogy nem is megdöntött. Nem is volt meg egyáltalán nem is akartam sehova kifelé ezt így, hanem inkább magamnak. Ugye az volt a cél, hogy én letisztázom a dolgokat, kicsit motivációt gyűjtsek, jó érezzem magam, és hogy tényleg ilyen boldogan térjek vissza. És az, hogy mellette, hogy másokon is tudtam így, másoknak is jót okoztam, meg az, hogy 66 nap lett, ez tök jó. Most aki nem túrázik, vagy aki nyilván így hallja 2500 km 66 nap, megüti a fülét. De aki nem jön végig egy-két szakaszon, és nem tudja, hogy a kemény az még simán is, de még 10 kilós táskával is milyen kemény, és még aludj kint másnap megint menj egy 40, na ők azért annyira nem érzik át. Tesón becsatlakozott két napra, és akkor így, miután második nap, vagy harmadnapra reggel elindult, akkor így mondta, hogy kemény vagy. Hát azt mondta, hogy azért ez durva. Meg az, hogy kint alszolt, nem az, hogy befeksz az ágyba, hogy lefülöd be, kipihened magad, hanem volt, hogy 7-8 napig is nem fülöttem, nem tusoltam, max ilyen tisztítgattam magam, és hogy mindig sátorba alvás, másnap megint 40 vagy 35 Aztán. Vagy 45, és így már hozzászoktam, szóval nekem ez nem volt olyan durva, nyilván ez kell egy kis idő, hogy hozzászok. És nem érezted azt, hogy fél úton, vagy pár nap után, hogy na, most hazamegyek, mert nem bírom. Nem akartam egyáltalán feladni. Nem, szóval ez, nem is nekem volt ez opció. Annyira, nem volt opció. Annyira fontos volt, hogy ezt végigcsináljam, annyira úgy éreztem, hogy ez ilyen, mint egy sorsdöntő. Alapból az egész elindulás is olyan volt, mintha így ez az egy megoldás lenne. Tudod, ez mindegy jel lesz, hogy neked most ki kell menni, sétált végig, és majd ez egy visszaigazolás lesz, hogy jó vagy, vagy nem. Nem az, hogy jó vagy, de hogy így önbizalmat adott. Önbizalmat és mondom, hogy ha feladom, akkor ez egy legrosszabb. Ez most tök rajtam múlott. Annyi minden nem rajtad múlik, és annyi mindenre vannak külső hatások. Ezért féltem a sérülést, ez egy olyan dolog, ami veszélyes lehet rám. De mondom, ami fejbe el lehet dönteni, akkor azt amit csak rajtad, és ez csak rajtam múlott. Hogy nem. Hát le a kalappa előtted, ez tényleg óriás teljesítmény, valószínűleg én is két nap múlva azt mondtam, hogy sziasztok. és ugye ezt is beszéltük, hogy Attila is mondja, hogy ez volt az egyetlen megoldás, így hogy motiválja magát, hogy sokan, én is most 25 éves kor, az ilyen vízválasztó szerintem az ember életében,
te már ugye egy pár évvel idősebb vagy, de hogy ez a 20-as évek, hogy az ember, hogy na most mi értelme van az életnek, mit csináljunk, mi vagyunk itt egyáltalán ezen ugye a Földön, hogy valami célja csak van ennek az egésznek, és sokan ugye nem találják önmagukat, hogy ez fantasztikus, és mondom az ismerőseim között is van olyan, aki már így fontolgatta ezt, de így megindulni nehéz. Hát minden kezdet fogom a kis laptopomat, azt felmegyek, leblogolom. Kemény lenne. Nagy tervezéssel egyébként meg tudnád csinálni. Ez ekkora lenne, hogy te mondanád, hogy ki a karosszéből kiszállsz, és így csinálj. Lehet nem 60, lehet 90 pár nap lenne, de össze tudnád szedni. Neked aztán lehet lenne, hogy a szállásod, meg vacsora. De az sem mindegy, hogy pont egy hölgye beszéltem, aki félig csinálta meg, és ő mondta, hogy azért arra gondoljak, hogy akiket én nézek, meg követek, ők már híresek, és nagyon sok helyen tényleg oda mész, és ott a terültelő asztalkán. Nem azon aggyal, amikor odaér, hogy nézem, hogy nyitva lesz-e abból. Sokan mondták, hogy mennyit voltam elérhető. Azon néztem, hogy végre van térerőm, van nyitva, volt, van kult, mert ha nincs bolt, vizet szerezzek legalább, pici kaján van, de ha van bolt, oda még érjek be, nyomjam meg, vásároljak be, nézzek magamnak alvóját. Na most, hogyha valaki te mondjuk menné, és mondjuk lenne itt-ott ismerős, meg lenne adott ennyit, mész ma, ott szállsz meg, ott a kaja, azért az nagy könnyebbség. Ugye amikor már el vagy fárad a fejbe, és még ezen így agyalj, és tudod, hogy enni kell, mert úgy fekszel, az se jó, ha teljesen üres a has, reggel azért felkenni valami energia kell, szóval ezekre. Persze. Én ennyit szerettem volna kérdezni, ha van valami még, amit meg szeretnél osztani, akkor azt szívesen halljuk. Hú. Mit tanácsolsz annak, aki esetleg ezt meg akarja csinálni? Nagyon olvasom utána, nem azt mondom, hogy tervezzem, mert én is megterveztem egy ilyen, nem is laikus, hanem ez a ne sérüljek meg a legkönnyebb verzió, ez a 30-as, ebből lett egy ilyen 39-es napi, és sokkal kevesebb idő, mint amennyinek terveztem, de olvasni kell utána. Nekem ez volt a legnagyobb, hogy nagyon sokat olvastam, utána néztem, kipróbáltam a felszerelést, ez is nagyon fontos, ismerd az utcaidat, mert amikor szétcsípnek a szúnyogok, és fel kell állítani a sátrat, vagy esik az eső, és fel kell állítani a sátrat, meg minden, akkor ott nem mindegy, hogy 15 percig állítasz egy sátrat, vagy mondjuk 3 percig. Ez mindig ilyen. Meg hogy az érdemes egy kicsit elmenni túl. Ez van, nem azt mondom, hogy most szaladjatok ki az erdőbe és vonuljatok el 60 napra, de hogy mindenkinek ajánlom azt, hogy menjen ki a természetbe. Mert ugye ott, na ez is nekem egy ilyen, már ez régóta mondogatom ismerősöknek, hogy a természet meg a túrázás az a dolog, ahol nincs bennem sose csalódás. Ha megtervezed az viszont mondjuk esős időben esőkabátot, normális a cipőt, akkor nem zúzol szét a lábad, nem ázol el, gyönyörű helyeket látsz, és nem csalódsz. Ősszel mész, azért szép, a nyáron mész, azért jó, mindig jó lesz. Szépség. Meg nyugodtság van, nem stresszel az ember. Hogy hát az biztos. Haj, a nyugodtság van, nem. Nem. Ja, meg jó, nincs térerő, nem most lenyomkodjuk a telefont folyamatosan, hát, ami megint jó, és na, hogy picit élsz annak a pillanatnak, ami ott kint van, és azt szerintem nagyon jó. Ezt inkább szerintem ugye inkább a nagyvárosi emberek tudják elképzelni, most itt falon, ott, itt sem meg senki, de ugye egy nagyvárosban, hogy én például Budapesten nem tudnék lakni, az a nyüzsgés, állandó rohanás, meg minden, hogyha nem egy olyan az ember, hogy nem hiába vannak szerintem befordulva az emberek. Hát meg most az a, na például igen, ez is, hogy most én úgy indultam el, hogy laktam Pesten, laktam Szegeden, és hogy te tudod, idegen, nagy, nem úgy, mint itt faluban, hogy mész, köszönünk egymásnak, megkérdezik, hogy vagy, mi újság, látják, nagy érdeklődnek. Na hát én úgy indultam neki, úristen, az egész ország, vagy tudom, biztos távolság tartok az emberek. Ehelyett meg örültek nekem, megkérdeztek, megállítottak, jó sok falu mentem, de még a városban se volt az, hogy úgy köszöngettem a falvakba, minél úgy kisebb volt a falu, vagy láttam rajta, hogy úgy igénylik az emberek, és ahogy már köszönsz nekik, pont az őrség volt egy bácsi, azt mondta, be is hívott, mondta, hogy annyira örül neki, hogy ilyen közvetlen, meg köszönök, hogy azért az emberi kapcsolatok lennének a legfontosabbak szerintem, és akik ők értékelik még ezt, meg igénylik, és szerintem városban is lehet igényelnék, csak valahogy már annyira fura lenne, ott mindenki köszöngetne egymásnak, vagy ilyen jó fejek lennének, hogy aki már rád köszön Pesten, vagy megkérdez valamit, már azt hiszed, hogy el akar adni valamit, vagy tolakodik. Vagy rosszat akar, igen, vagy valami. Mert annyira nem szoktál hozzá ehhez. Igen. És közben meg lehet, hogy ezekkel az emberekkel beszélni kell, nyitni, és akkor rögtön mosolygósabbak lennének az emberek. Így van. Meg mindenhol, igen. Nem. Úgyhogy köszönjük szépen, mindenképpen akkor ez egy pozitív dolog, igen, Attila, hát, és le a kalappal ez a teljesítményed miatt. Köszönjük. És köszönjük szépen, hogy megosztottad a tapasztalataidat a kedves nézőknek. Bízunk benne, hogy a nézőknek izgalmas volt. Ha van kérdés, esetleg kommentben leírhatják, persze, és ha tudsz, akkor válaszolsz, majd nézi Attila kommenteket. És köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönjük szépen. Úgyhogy sziasztok! Sziasztok!